Az elmúlt héten a franciaországi Schiltigheimben 12. alkalommal rendezték meg az újonc asztali teniszezők legerősebb nemzetközi versenyét. A viadalra 32 ország nevezett, Magyarországot 14-en képviselték, köztük volt a 12 éves Tölgyes Dorottya is. A nyírbátori versenyző az első meccsén eltörte az ütőjét, így kölcsönütővel játszott a folytatásban. A több mint 200 főt számláló mezőnyben Dorottya bejutott a legjobb 8 közé, ahol vereséget szenvedett orosz riválisától, így végül a 7. helyen végzett. Nagyon erős volt a mezőny, hát elég nehéz volt odáig eljutni, de sikerült, és egy védőtől kaptam ki, aki végül meg is nyert az egész bajnokságot, és megvertem a 3. kiemeltet, és számomra az volt a legerősebb meccsem, és nagyon élveztem. A korábban németországi lecsapatoknál és Katarban szövetségi kapitánként is dolgozó Rozsnyói Tibor augusztus elejé óta edzősködik Nyírbátorban. A szakember véleménye szerint a fiatal versenyző a későbbiekben is eredményes lehet a nemzetközi porondon. Ő még csak 12. életévében van, kifejezetten jó labdaérzékkel és kifejezetten jó mozgással rendelkezik. Ez a hölgyek mezőnyében elég ritka. Neki az lesz az elkövetkezendő 1-2 évben a feladata, hogy megtanulja, hogy nem csak a szórakoztató elemeit kell edzéseken gyakorolni az asztali tenisznek, hanem fel kell építeni a játékát a világtrendnek megfelelően, amellyel ő nemzetközi mezőnybe is versenyképes tud majd lenni. Tölgyes Dorottya 7. helyezésével jogot szerzett arra, hogy elinduljon a belgiumi korosztályos Európa Top 10-es tornán. A hétvégén rajtul a bajnokság az asztali teniszezőknél. A nyírbátori ASE NB1-es csapata Széchenyben vendégszerepel, az NB3-as együttes pedig az Apagyot fogadja.